Fürgede a hátrányos helyzetű települések közé tartozik. A faluban jelenleg 700 fő lakik. Az önkormányzat számára fontos az itt élők életminőségének javítása, a közösségi élet fejlesztése. Minden pályázati forrást megragadnak, amivel akár munkahelyet teremthetnek, akár a település gyarapodását segíthetik elő. Mi bent vagyunk az ország 300 leghátrányosabb települések között. A Máltai Szeretett Szolgálat egy uniós pályázaton keresztül fog majd is tápolni bennünket, de én azt mondom, hogy ha nincs igazi munkahelyteremtés a településeken, onnantól megette fene az egészet. És például a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség tavaly kitalált egy mintaprogramot Fürgedre, Párira és Keszőhidegkútra, ugyanis mi kimaradtunk a vezetékes gázból, és hát szépen kint voltak, fölmérte bennünket, beszélgettünk a szociális csapattal, a szakmai csapattal. Egyenlőre úgy tűnik, ez a mintaprojekt nem valósul meg. A település életében fontos lenne a munkahelyteremtés. Egy támopos munkahelyteremtő program keretein valósult meg a Varroda még 2014-ben, amely azóta is sokaknak ad munkát. A Varrodánk az hál' Istennek működik, két vállalkozó vette ki, a táskagyártó rész is működik az elsődleges munkaerőpiacon, illetve a munkásról a varrás is egy siófoki vállalkozó működteti. Tehát volt értelme annak ide, hogy belevágtunk ebbe a varrodás dologba, csak hát kéne még más szegmens is, ami igazából felszippantaná munkanélkülieket. Beadtam egy pályázatot az iskola épületre, a TOB-ba, ez a rehabos foglalkoztatásra lenne, valami oknál fogva nem ért el az a pontszámot, ami miatt ezt meg lehetne valósítani. 30 rehabosra tudtunk volna foglalkoztatni, de hát itt nem csak a rehabosokkal kéne igazából foglalkoznunk, hanem azokkal, akik most még közmunkásként dolgoznak az önkormányzatnál, és az a pénz, amit kapnak, az éhe halástól menti, csak meg őket semmi másra nem alkalmas. Most elég kevés, amely folyamatosan azért látszik, hogy a kormány behúzza a nadrágszíjat, és most úgy emlékszem, hogy 20 fő vagy 21 fő lesz a mezőgazdaságban, és 6 fő lesz a szociális programban, illetve van még olyan, hogy hosszú közfoglalkoztatás, ott azt hiszem 10-15 személyt szoktunk igénybe venni. Sajnos itt a helyi lehetőségek nem adottak ahhoz, hogyha bármivéle kis üzem, vagy bármilyen jellegű munkahelyteremtés nem történik, akkor ez a falu halálát fogja jelenteni. Fürged az Ozodai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, amely mindegy 10 fős hivatali összlétszámmal működik. A települések már a közem sem ápolnak jó kapcsolatot a jegyző személye miatt. Közös önkormányzati hivatal azt jelenti, hogy valamikor régen voltak a körjegyzőségek, amit az önkormányzatok alakíthattak, az egymással határos települések hozhatták létre, és amikor ezt 13-ban alkották ezt a jogszabályt, akkor ugye nekünk kézenfekvő volt Ozarával, a Sarancné Györgyivel, hogy akkor folytatjuk tovább ebben a formában. És igazából olyan nagy változtatás nem okozott, mert előtte is korrekt volt a viszonyunk a Györgyi idejében, Sarancné Györgyi idejében, és igazából egészen az ő távozásaig ez nagy jól működött, és amikor a Nagy Istvánét megválasztották 5 évre polgármesternek, az első időszakban ugyanaz folytatódott tovább. Jegyző a törvény kinyújtott karja, ő a törvényességet képviseli a településen, innentől kezdve ugye a jegyző személye egy döntő meghatározó, tehát igazából a polgármester kezébe adta a munkáltatói jogot a jegyzőnek. Tehát ebből fakad az a probléma, gond, ami jelen esetben nálunk is kialakult, hogy a nagyobb település szavazatarányosan eldöntheti a jegyzőnek a személyét és egyéb ilyen főbb munkáltatói jogokat, ami a másik település számára korán sem öröm. Nem árulok el titkot, hogy törvényjavaslat módosítást kezdeményeztem az MÖTV ez irányú paragrafusai alapján, és hát visszaküldték, hogy mivel a nagyobb településnek van joga eldönteni, igazából egy dolgot tehetünk, hogy kompromisszumot kell kötni. De hát én már annyi kompromisszumot kötöttem, hogyha a másik fél, a nagyobb fél nem hajlandó kompromisszumra, onnantól kezdve ez a dolog semmit nem ér. Mivel ez személyhez kötött, mióta a Kati szerintem jogsértő módon kinevezte a Pusztebeát, tehát jegyzőnek, onnantól kezdve a település hát nagyon megérzi ennek a hátrányát. Egyrészt szakmailag, másrészt emberek is alkalmatlan a feladat ellátására. Én ezt a Katinak elmondtam, hogy ha ő úgy állt volna hozzá a dologhoz, hogy valóban kompromisszumot kell kötni, akkor ez az állapot most nem állna fönn. Én igyekszem, hogy ezt valamiképpen el tudjuk távolítani a lakosságtól, de vannak természetesen olyan dolgok, amikre nincs hatás a polgármesternek. Azért nálunk a pályázatok is viszonylag jól mennek, vannak pályázataim, bár most az unióval való
vita kapcsán, ugye ezek azért lelassultak, meg megálltak, tehát bízom abban, hogy ez a dolog, ha rendeződik, akkor a település élete visszatér a normális kerékvágásba. Rengeteg pályázatot beadtunk a toppos pályázatokban megyéhez, talán legtöbbet Fürged adta be a pályázat, a jelen pályázatokat. Meg hát mindenhol próbálkozunk, csak amikor az embernek a idejének egy részét elveszi a fölösleges háborúskodás a másik településsel, azért az nyomot hagy a település életébe is igazából. Mint az országban mindenütt, a hátrányos helyzetű település életét is nehezíti az energiaválság okozta helyzet. Mi is úgy döntöttünk nagyon sok más településhez hasonlóan, hogy hát egy közvilágítás korlátozást vezetünk be, nevezetesen éjféltől 4 óráig nem lenne közvilágítás. Elküldtük a határozatot az EU-nak, éppen tegnap beszéltem egy ügyintéző az EU-nál, és akkor közöltem, hogy hát mikor szíveskedne már meghozni ezt a döntést, hogy akkor lekorlátozzák a világítást, mi kell még ahhoz, hogy a dolog megvalósuljon. Hát őnekik értem az álláspontjukat, mert plusz pénz jelent, hogyha többet fizetünk, de hát egy ilyen kis településnek azért az létfontosság, hogy mekkora árampénzeket fizet egyébként a szolgáltató felé. A nem mindennapi helyzet ellenére is törekszik Fürged önkormányzata, hogy a közelgő ünnepet szebbé tudják tenni a helyiek számára. Már kiküldtük az értesítést a lakosok, egyrészt szociális tűzifát osztunk egyébként a rászorultaknak, illetőleg 15 000 forintos vásárlási utalványt fogunk adni. Szerintem minden család érintette be a településen. Fürgede mindent megtesznek annak érdekében, hogy egy élhető település maradhasson, ez a kis falu.